Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo! Szevasztok! Meg azoknak halló, halló. Is. Nem hallom, hogy örülne, kérem. Halló, halló, halló. Hullámozzunk. Annak a 24 nézőnek is, aki idáig nézte a narancs sárga hamarosan jövünk emblémát, emblematikát. Megint izén vagyunk Facebook Live-ban hozhez-höz nal-nel-nak-nek-tól-től jelentkezünk. Val, ugye? Tanult kollégám. Bül. Igen, macská, bül. Jaj. Na mi a helyzet? Krisztián, téged hagyjunk majdnem utoljára, jó? Miért? Szerintem is, mert mindig, úgyis visszafog mindig. Igen. Jaj, eszembe, jaj. Velem nem történt semmi. Csak az történt, hogy... Ja. Hát akkor mondjátok neki, mélyetek. Charlie, akkor nem, hát halljuk te... veled. Ja, velem. Veled mi történt? Ezek szerint nem nézted a tegnapi videót, amit a Blackivel hoztunk össze, valakinek hangos a kazánya, biztos meg fogja valaki jegyezni, mert nekem tegnap köpködtek érte. És élőadásban... Én vagyok. Élőadásban akartam, hát nem akartam, akar a franc, de majdnem élőadásban döglöttem meg a rohadt infernótól, és gyönyörű, hogy mondjam neked, performance volt. Tudod, mint mikor a síró kislánynak az édesanyja megtörli a könycseppektől duzzadó szemét a hagymavágós kézzel. Na, én is ilyen voltam, leraktam az infernós e-cigit, majd megdörzsöltem a szememet. Nem volt ilyen őszinte a kacajom. Mondjuk ma megnéztem még egy párszor, utólag visszanéztem a videót, így utólag tényleg kurva jó volt nézni kívülről. Ez az önszopatás tipikus esete. De egyébként meg ez az én magánvéleményem, hogy azért, Charlie, ennyire nem kéne hajtani a sikert, érted? Sikerpénzcsillag. Belenyúlsz paprikás kézzel a kezed, vagy a szemedbe. Párjál, az úgy volt, hogy én nem csináltam volna, csak botor fejjel múlt héten megígértük, hogy, vagy megígértem, hogy kim van a kocsiban az inferno, majd behozom, az beleslukkolok egyet. Most valakinek eszébe jutott, és mondta, hogy na, inferno. Hát, mondom, a kocsiba, megvárjuk. Ó, mondom, de jó. Úgyhogy kimentem. Ez az egy személyes tömegoszlatás, Charlie. Hát az volt, hallott, de utána nagyon jól kipucolta az orromat, zseniál volt. Nem volt gondom vele. Ja, lehet még fokozni, Fifika, a szembenyúlás likvides infernós kézzel. Mit csinálsz a kapszait színnel, ha le akarod törölni? Természetesen nem vizes rongyal törlöd meg a testrészed, mert a víz nem oldja. Charlie, mit csinált? Vizes papírtörlővel megtörölte a szemét, ami akkor nem egy 10 forintos nagyságú helyen akart kiégni, hanem mint egy féltenyérnyi területen. Úgyhogy, na, hát ez volt a tegnap estém. Erre mondtam tegnap Charlie-nak, ugye, mert azért csak eldicsekedett vele, hogy figyelj, direkt belenyúltam a kapszaicínes kezemmel a szemembe, hogy nőjön a néző létszám. Mondom, azért te is azok közé tartozol, akik az égő szurkot vízzel oltják ezt azért. Nem, de ez szó se volt arról, hogy én ezt mondtam volna neked, hogy direkt. Tehát én nem vagyok egy ennyire clickbait csávó, hogy mondta is Blacky, hogy kézed följebb ment, 8-al a nézőszem. Na, mondom, de jó, vérszagra gyűl az éji vad. Úgyhogy utána még egyszer beleslukkoltam, de nem tudom miért. Tehát tudom, többször beleslukkoltam már, és tudom, hogy szar. Mindig újra megpróbálkozok, hogy lehet, hogy annyira nem szar most már, mert sokat állt, vagy mit tudom én, gyengült, vagy elfáradt. Nem lehet ezzel. Aztán mi volt még a hétem? Na, a kedves nézők, akik látják, hogy tegnap óta sem tudtam meg borotválkozni, mert erre még mindig nem jött idő erre a 10 percre. Volt be, hogy szakált növesztesz.
sem megerősíteni, sem megcáfolni nem szeretné. Erre a rossz májak azt szokták mondani, hogy akkora arca van bazd meg, hogy fűnyíróval kell borotválkoznia. Gázórának nem szabad neki menni fűnyíróval, ne. Tudod? Veszélyes üzem, gáz, elektromosság. Veszély. Jaj, láttam egy nagyon nagy geget, hogy mi a következő terrorista mellény, és a csávónak a mellkasán fönn volt 3 darab Galaxy Note 7-es, és még ráadásul még egy csövön keresztül fújta is ki a gőzt a pulóverébe, és az egész csak azt láttad, hogy 3 darab Note 7 van a testén, és így jön fölfele a gőz, zseniális volt. Ez a repülőpilóták rémálma. Igen. Így berontasz a pilóta fülkébe, széthúzod a kabátot, és tele vagy galaxikkal. Úgyhogy mi volt? Mindig keveredik ez a kettő. Próbálom egy kicsit külön szeparálni a Blacky-féle szabadszavas beszélgetést, de ma, de ezt majd a Billion Lives bekezdésnél inkább azt mondom, nagyon ki lett faszázva a héten a grafikai munka a sráccal, és azóta is folyamatosan jönnek, nem tudjuk elég csatornán mondani, hogy elfogytak a jegyek, vagy mit tudom is én. Ma is jött egy reklamáló, aki egyébként 15 vagy 16-án utalta el, amikor már előttek 3 nappal elfogyott. Hát nem tudok mit csinálni. Na, úgyhogy most is mondjuk el, hogy nincs már. Talán, ha felszabadulnak. Oké, ezt majd akkor kibeszéljük, hogy ez még a jobbik eset. Persze. De most még mi történt velünk van? Hát volt nekem... egy te challenged, azt majd te vagy a leghosszabb monológ mújó, és akkor Fifikával gondolom valami birkás sztori lesz megint, vagy macska. Én azon gondolkoztam a múlt héten, hogy nem mondanám, hogy most a birkák, most a kutyák, most akármi, hanem, hogy így mi az, ami a héten így megfogott. És hát nem a pedofil tanárbácsim, aki mit tudom is én, mellettem ült a villamoson, hanem hogy ilyen kis elgondolkoztató történet. És a heti elgondolkoztató történetem az, hogy elkezdtem itthon pakolni, és kezembe akadt a hanglemez gyűjteményem. Nektek vajon van-e hanglemez gyűjteményetek? Hát, mivel én nem... Na mindegy, azt neked majd elmondom, hogy én miért úgy jöttem el, ahogy eljöttem, de én nem hoztam magammal a hanglemez gyűjteményt. Oké. Háromszor nősültem, Charlie, tehát azért apró meglepetések mindig érik az embert. Egy biztos, hogy amit nagyon sajnálok, az a metal kazetta gyűjteményem. Sajnos. Úristen. Na és akkor így ez, tudod, így ülsz, nézegeted a régi lemezeket, amiért annak idején gyöngyökkel fizettél, azért ezt lássuk be, és így, tudod, párhuzamot vontam a mostani zenehallgatás és az akkori zenehallgatás között, és ezt lehet, hogy most aki soha nem élte át ezt a fajta, a lászt, vagy gyönyört, amit az jelentett, hogy az ember bement a boltba, megvette azt a lemezt mondjuk a havi fizetésének az 1/20-án vagy 30-án, ami a kedvenc bandája volt, mondjuk nálam ilyenek voltak kötelező darabok, a Queen összes lemeze annak idején, és bement a boltba, megvette, hazahozta, fölbontotta. Ugye az egy másik történet, hogy mennyit rabszolgáskodtál azért a cuccér, amin hallgattad. Tehát, hogy ott nem az volt, hogy faszon bedugom a izét, az agybadugós fülest, érted, meg a telefonon lejátszom az MP3-at, vagy az igényesebbek a flekket, hanem hogy
nem is tudom, tehát két havi fizetésemre tettem föl azt a lemezt. Bocsánat, Fifika, ha valaki nem... A jó kis Tesla lemez játszóra. Ha valaki nem érteni, mi az a fleck, a flacra gondol, Fifika. Igen. Csak fordítok magyarról magyarra, vagy okay, valami. Oké, okay. És hogy akkor így megszentelted magadnak azt az egy órát, vagy hát ugye általában ilyen 45-50 perc volt egy lemez, de hogy azt az egy órát így megszentelted magadnak, hogy leültél, végighallgattad, ami jobban tetszett, még egyszer visszaraktad, szép óvatosan ráengedted a remegő újakkal próbáltad eltalálni a számok közötti szünetet. A számok közötti szünetet. Várjál, valami... Fifika, és mikor a lemez tisztítottad, azzal a hártyával, tudod, amilyen folyékony valami, rákented, és akkor, mint egy arcmaszk a nőknél, így le lehetett húzni, és akkor abban voltak a barázdákból a piszkok. Nekem olyan nem volt, hanem volt egy másik lemezkar, egy ilyen nedvesítő folyadék volt, meg egy filc korong, és akkor mindig nedves volt, az a pont az a rész, ahol ment a tű egy ilyen centi széles sávba. De hogy ez, hát nem is tudom, tehát a mai ilyen kurvára mindegy, mit hallgatsz meg, bedobod meg, hagyj menjen meg, ezer zene le van válogatva, meg nem tudom én. És akkor így tovább ment bennem ez a gondolat, hogy annak idején azért ezek a lemezek valami hihet, biztos most is így van, tehát félre ne értsen senki, de hogy valami hihetetlen stúdiómunka volt mögötte, azért ritkán nyomtak szart bakelitre, és hogy ott meg kellett venni, tehát mérhetően látszódott az, hogy na, tényleg ez egy jó lemez volt, vagy egy rossz lemez volt, hogy ott nem volt még ilyen Artisius matrica, meg nem tudom én mi lófasz, bemented, kifizetted, nem voltak lemezmásolók. Várjál, érted, akik otthon fröccsöntötték volna a Queen lemezt, persze voltak országok, például Jugoszlávia volt ilyen, ahol azért ilyen másodkiadások aránylag olcsón megjelentek, de hogy ez egy teljesen más világ volt. Szerintem az együttesek, a zenészek, a zeneipar is sokkal, de sokkal jobban járt, mint a mostani időkben, és szerintem ez egy teljesen más éra volt, úgyhogy lepucoltam szépen a lemezjátszót, föltettem a kedvenc Dire Straits lemezemet, meghallgattam, és az olyan volt, mintha nem is tudom, jógatáborba lettem volna egy hétig, érted, és utána ment minden a maga útján, de na, szóval ennyi szerettem volna így gondolatébresztőnek elmondani. Az idő mindent megszépít. Nekem van egy barátom, aki a zenének annyira nem tisztelt válfaját űzi, azaz lemezlovas, és ő még abban az időben kezdte, amikor valóban lemezlovas volt az ember, és emlékszem azért arra, amikor 2-3 hatalmas lemeztáskát az ember cipelt, és akkor ahhoz kellett még 2 ember mellette, hogy segítsenek az aznapi szettjét pakolni, meg vinni, ma meg egy pendrive, vagy ha esetleg backup, akkor 2 pendrive. Tehát képzeld el a zenelejátszót mondjuk Mujónál, mikor fölül a trollira, és a hóna alatt van egy Technics 1220-as, és pörgeti a lemezt, és mikor ezt a számot már unom, cserélek kazettát, illetve lemezt, előveszi, kicseréli a lemezt, ugye óvatosan csak a szélénél fogja meg, ennek rituálja volt mindig. A szomszédunk is ilyen lemezbuzi volt, és ugye, hogy ott hallani, az igazi zenét ott hallani, nem ám a kazetta, akkor ugye meg a DV, vagy a CD. Most Charlie, nem akarlak elkeseríteni, de én nekem gyermekkoromban az olyan, hát nem is gyermek, olyan tini, most azt mondanák, hogy tini, ilyen 13-14 éves koromban,
volt hordozható lemezjátszóm, ami kis lemezt tudott lejátszani. És egy pont ilyen ezen gondolkoztam, hogy MK biztos kellett lennie ilyennek. Igen, és egy ilyen MK Magnó méretű cucc, és csak egy oldalát. Tehát így, hallott, Fifika, is benyomtad ne felejtsük el. Benyomtad a lemezt, lejátszott az egyik oldalát, tehát megfordítottad, és lejátszott a másik oldalát. Hallod, Vénkecske, ne felejtsük el, 33-on vagy 45-ön. Hoppá! Az semmi, az 45-ös tudom, csak mondom, hogy volt. Hogy ott voltak még ilyen mókák. Úgy nem tudom, ki járt már, de én jártam úgy, hogy kislemezt azért ritkábban hallgattunk, mint nagylemezt, és elveszett a lemezjátszómról a központosító a kislemezhez. Igen, igen. Vatadrama. Azt úgy odarakni, érted, hogy ott maradjon, mert ha egy picit félrement, akkor ilyen hangja volt. Ilyenkor milyen jó lett volna, hogyha a 21. századból csinálsz magadnak 3D nyomtatóval egy lemezközpontosítót, ugye? Például. De mit csináltál? Jó magyarhoz mérten, fogtad és fúróval fába fúrtál egy lukat, és a belső, vagy a külső átmérő meg akkora volt, mint a lemeznek maga a belső átmérője. Na. Hát mondjuk én ezzel nem killottam, bementem az akkori Gelka szervizbe, ki emlékszik még erre? Én. Gelka. Tehát így, tudod, azért kíváncsi lennék, hogy a mai fiatalok közül valaki meghallja ezt a szót, vajon mire asszociál, érted? Gelka. Biztos. És ott lehetett kapni ilyen lemezközpontosító műanyagot. Én egy skandináv énekesnőre asszociálok. Nagyon jó. Voltál a múltkori Gelka koncerten, akkora volt, durva a csaj. Toli. Na, Krisztián, most te jössz. Várjál, Krisztián, úgy mondjál mindent, hogy büntetőjogi felelősséget tudatában, minden részt gondolatban, amit nem lehet mondani, feketíts ki, satírozz ki az elmédből is. Nehogy kimond véletlenül, hogy Ildikó, vagy Gusztáv, vagy Demjén, nem tudom, hogy ki volt ott a tárgyaláson. Mindent kisatíroztam az agyamból, úgyhogy most néma csöndbe burkolózom. Jó, bocsáss meg, akkor ha néma csönd, megkérdezte Nagyi, hogy Fifika és Mujó miért nem látható? Azért, mert ez egy olyan platform, hogy ez a Facebookra közvetít, és egy olyan platforma közvetítünk, ami csak ezt a kameraképet engedélyezi, az amúgy sem menne sajnos Fifika sávszélessége miatt, hogy őt is meg tudjátok tekinteni, mert sajnos ilyen a sávszél, annak is örülünk, hogy beszélgetni tudunk. Matyi igen. Megmondta a Frankót, mert az igazi nevük Fifóka és Mui. Mui a vatta. És Fifóka, oké. Na, mi történt veled, Mujó? Velem nagyon sok minden nem történt, hát ugye peres hét volt, úgyhogy... Ja igen, bocsánat, mi történt veled, Charlie? Hát nyomtattam egy uszkölye megint 350 oldalt, megint küzdelem árán, ennyi, és akkor folytasd. Igen, Charlie megint hozzájárult a peranyag elkészítéséhez, nem kicsit, hanem nagyon. Szóval a peres hét az nekem általában olyan, hogy így visszaemlékszem, és semmire, vagy visszagondolok, és semmire nem emlékszem. Azt tudom, hogy Fifika valamelyik nap fölhívott, hogy interjút kell adni a Hír TV-nek, amit Septibe meg is tettem, ha jól emlékszem, ez a vasárnap volt, igen. Várjál, én ezt nem így hallottam. Na. Hát majd elmondod, ha vagy annyira kemény tökű. Mit? Mire gondolsz? Nem tudom. Hát elég szomorú, majd Fifika elmondja. Tehát az úgy volt, hogy fölhívtam reggel Mujót, mondom, átküldöm a telefonszámot, hívt fel a csajt, erre egy óra múlva a csaj rám telefonál, akkor mit döntöttek? Mondom, nem hívta fel a szóvivőnk? Azt mondja, nem. Oké, mondom, akkor megadom a számát, hívja föl. Akkor te voltál, miattad lettem szóvivő, bakker. Nagyszerű. Föliratoztak szóvivőnek, pedig még egy A4-es lapon összefoglaltam a fontosabb dolgokat, odaadtam neki a nevemmel és az alelnök titulussal egyetemben, de ez
Már az enyészet élet. Ez már az enyészet. Azt nem mondtad egyébként, hogy sürgős, úgyhogy én gondoltam, hogy jó, akkor így teszek, veszek, aztán majd megcsörgetem. Nem gondoltam volna, hogy így vasárnap nap közepén akarnak valamit hirtelen csinálni, de hát aztán utolért a hölgy, és vasárnap nap közepén én a hangjából, meg a hanghordozásából gondoltam, hogy ezek délelőtt már az esti anyagra dolgoznak. És hogy nyilván sürgős lenne egyeztetni, mert azt gyorsan kiderítettük, hogy dószra nem fognak kijönni. Pedig még akár birkát is láthatnának. Akár. Vagy juhot. Vagy juhot. Na minden esetre utolértek, és akkor én gyorsan fölkészülgettem, megkérdeztem, hogy miről lesz szó, és hát ott az MNO-s cikk környékén volt a vezérfonal, meg az új drágító szabályozások, és én összekanyarítottam néhány kis vezérmondatot, elmondtam, aztán beszélgettünk még egy picit, szóba keveredett szintén az MNO-s cikk kapcsán ugye a tüdőgyógyász véleménye, és akkor elmondtam neki, hogy hát attól, hogy valaki tüdőgyógyász automatikusan még nem fog érteni az elektromos cigarettához, bőgületes szoktak beszélni. Igen, ez ne haragudj, hogy a szabadba vágok, de ez annyira élesen lejött a riportból, hogy elmondtad, mert ugye a tüdőgyógyász utánad beszélt. Elmondtad, összefoglaltad, hogy mi van, és jött egy tüdőgyógyász. És akkor ezen gondolkoztam én is, hogy ez meg azt honnan a picsából ért az e-cigarettához. Tehát, hogy vajon hány e-cigarettás tüdőt látott már, vagy... Tehát elképesztő. Érted, ott van, hogy DR, és akkor Dezső Róbert a neve előtt, és ő automatikusan tudja, hogy az e-cigaretta milyen. Kész volt. Illetve hát elmondta, hogy nem tudja, mert konkrétan azt mondta, sorolta hosszan-hosszan összetett tagmondatokon keresztül, hogy halványilag gőze nincs arról, hogy az elektromos cigarettával mi van. De azért bevették. És mondom, nekem az volt a durva, hogy én élőben nem is láttam az adást, amikor lement, csak a hozzá kapcsolódó cikket olvastam, amiben ugye idéztek a tüdőgyógyász doktor úrtól is, hogy minden egyes szavam falrahány borsó. Tehát igazából az a 9-10 mondat, amit elmondtam nagyjából az interjú során, abból azt az egy mondat, amit kiragadtak és idéztek, az volt a legkevésbé fontos. Az összes többi, amit mondok, az senkit nem érdekel. Az, hogy hányan szoktak le Európában, az, hogy az orvosok királyi kollégiuma, tehát igazán a tények és a bizonyítékok, az objektív tények, ezek senkit nem érdekelnek. Mondjak egy mondatot, valami, ami egy kicsit közel van a témához, aztán elmondom a riporter hölgynek, hogy tényleg ez van, hogy halványilag gőze nincs ezeknek az Isten tudja honnan szalasztott tüdőgyógyászoknak az egészről, és aztán beraknak egy ilyet. Hogy minek beszélek, de komolyan, tehát igazándiból csinálhatnék egy ilyen néma tátogós felvételt, és aztán valamit alá raknak, amit éppen gondolnak, mert teljesen egészen magamba fordultam attól az interjútól. Borzalmas. Borzalmas, és hogy még mindig nincs meg a minimális igény se a média munka, hogy legalább egy kicsit tárgyilagos, egy kicsit utána járós, bármi legyen egy ilyen, nem, semmi. Csak gyorsan adjunk le, szólaljon meg valaki, aki okosnak látszik, és akkor kipipálhatjuk az egészet, rettenetes. Szóval gondolom azt sem említetted meg neki, hogy micsoda grandiózus filmet hozunk mi ide. Nem említettem meg neki, bár Fifika a lelkemre kötötte, de hogy nem nagyon volt olyan kontextus, mert amikor befejeztük, akkor utána elrohantak. De hát ezek után igazándiból halál mindegy lenne. Dehogy lenne mindegy, Krisztián. Majd szeretnélek akkor egy kiképzésre beíratni téged a milyen Vamper kommandóba, vagy a mit tudom is én hova, ahol minden egyes komment alá beírta valaki, hogy és egyébként támogatás meg van már? Na és mi történt a PÖR 2.0/1-en. Ó, hát én azt tegnap elmondtam 45 percbe, Charlie. Jó, Krisztián, ezen nem nyitunk vitát, te nem showrunner vagy. Mondd el annak, aki nem hallgatta meg, hiszen nem mindenki nézi meg azt a videót.
A podcast az örökké valóságnak van. Nem kell itt nekem izébe belemenni, hanem mi volt, hogy volt, kíváncsiak. Az az 58 ember szerinted mire néz minket? A borsó főzeléket csináljunk nekik élőbe? Vagy mi? No, Keszthelyi Márk ilyen. Gábor most jött meg. Mondd el neki. Hello, Gábor. Kicsit le vagyok lassulva, ilyen perutáni napon mindig ilyen vagyok, mint aki lobotómián esett, tehát az előtte való pörgés így kijön, és egy napig ki vagyok égve fizikailag, agyilag teljesen. Hát szóval az volt, hogy nem viccelek. Várj, egy kicsit így elhajtom a kamera elől a füstöt, vagy gőzt, és így hagyjátok, agyhalott. Ez megy folyamatosan. Na mondjad, Kriszt, fölvezetlek, jó? Segítek neked. Rávezetlek a helyes útra. Krisztián elindult a bíróságra, ahol is találkozott két jóképű, nem fiatal, ám de jóképű gőzlér társunkkal. Név szerint ezt a kettőt nem nehéz megjegyezni, ketten voltak. Hölgyeké az elsőbség Nagyival és Gőzdudával alias Bélával, akik őt erősítették, támogatták a Góliáttal szembeni harcban, és bevonultatok a terembe, ahol nem ugyanaz a bíró volt, mint aki múltkor volt. Nem vonultunk be még a terembe, mert egy picit korábban értünk oda, és ott ücsörögtünk, beszélgettünk, és hát nem tudom, hogy mennyi idő lesz, ha ez olyan, mint a tévé szereplések, akkor a többedik tucat után is még remeg az ember keze lába, úgyhogy akkor valószínűleg el se fogok soha hozzászokni, úgyhogy bármennyire rákészültem az egészre, azért izgultam, és hogy így Bélával meg Nagyival beszélgettünk mindenféle egyébről ott előtte, az előtte lévő percekben, tök jó megnyugodtam, úgyhogy nagyon-nagyon klassz volt, hogy eljöttek és szolidarítottak velem, és beslattyogtunk, ez ugye a Villanypára Egyesület adatigénylési pere, egy másik per, az a bizonyos 65 kérdéses adatigénylésnek a pere. Itt most nem késett az alperes, tehát időben ott volt az ügyvéd úr, valamint megjelent alperes részéről a helyzet komolyságát aláhúzandó egy vezető beosztású köztisztviselője is, és elkezdődött a per, az alperes benyújtotta a nyilatkozatát, ugye az előzőnél úgy volt, hogy kettő nappal a tárgyalás előtt adták be a törvényszékre az ő nyilatkozatukat, amiben vázolják, hogy miért teljesen botorság az adatigénylés, és hogy miért kellene megszüntetni a pert, és engem pedig perköltség megfizetésére kötelezni, tehát igazából ők egy ilyen ellenkérelmet adnak be, amiben azzal érvelnek, hogy ennek a csubakka védelem, ennek az egésznek nincs semmi értelme, kérem, fejezzük be ezt az egészet, és haladjunk tovább. Na most ezt nem kettő nappal előtte, hanem ott, abban a szent pillanatban a tárgyaláson élőben adta oda a bírónőnek és nekem az alperes ügyvédje a nyilatkozatot. Úgyhogy akkor megint kaptam egy kis időt, hogy átfussam, átfutottam, somolyogtam a bajszom alatt szokás szerint, mert annyira bájos bugyotosságok vannak benne, hogy ez valami egészen elképesztő, de hát próbálkozni szabad. És ismételten elmondtam a bírónőnek, hogy nincs jogi végzettségem, úgyhogy szeretném a bíróság segítségét kérni az ügymenet lefolytatásában. Ez fontos, hogy tisztában legyenek vele, hogy ha nagyon jogi zsargont alkalmaznak, akkor én azt nem fogom érteni, és a többi, meg a pontos ügyrendi szabályzattal sem kell tisztában lennem. És nagyon kedves, nagyon szimpatikus volt a bírónő, elkérdezgette, hogy van-e perköltségünk, stb., és akkor megállapítottuk, hogy igazából nincsen perköltségünk, mert hogy sem utazási, sem nyomtatási, sem ilyesmiről számlákkal kellene tudni bizonyítani, stb., ilyenek nincsenek, mivel hogy ilyen gazdasági munka közösségbe, társadalmi munkába készülnek ezek a dolgok, ezért ilyenek nincsenek. És
És akkor belecsaptunk a lecsóba, én pedig már az előzőekből okulva erre számítottam egyébként, hogy ez lesz megint, hogy az utolsó utáni pillanatban derül ki, hogy mire is kellene érdemben reagálnunk, úgyhogy akkor elmondtam, hogy ugyan készültem egy általánosabb nyilatkozattal, amit szerettünk volna benyújtani, de akkor ezt nem tenném meg, hanem szeretnék kérni egy kis haladékot arra, hogy érdemben reagálni tudjunk az Alperes által benyújtott ellenkérelemben megfogalmazottakra. És akkor megint kaptam 15 napot, hogy 15 napon belül akkor egészítsük ki a nyilatkozatunkat, adjuk le, ezt akkor Alperes is megteheti ugyanúgy az ő 15 napjával, lereagálhatja azt, és akkor egy következő alkalommal kerül sor a tárgyalásra, ami pedig november 17-e lesz, 5 nappal a Billion Lives premier után, 13:30-kor ugyanúgy, azt nem tudom, hogy ugyanabban a teremben-e, de valószínűleg igen. Minden esetre november 17-én lesz. Úgyhogy ez megint nagyon hamar lezajlott, jó hangulatú, kulturált volt, ott beszélgettünk az Alperes-Felperes asztal között, szóba került, hogy megkérdeztem, hogy nyilvánosságra hozhatom-e a per anyagait, ameddig még folyamatban van a per, és akkor kiderült, hogy a sajátunkat alapvetően ízlés szerint, hogyha akarjuk, ameddig megy a per, addig ne hozzuk nyilvánosságra az Alperesnek az anyagait, és hogyha a mi anyagainkban pedig személyes adatok vannak, akkor azokat se hozzuk nyilvánosságra, tehát satírozzuk ki, ami mondjuk azért érdekes, mert ott még példálózott is a NEFI ügyvédje, hogy ez személyes adat, és az egész másképp néz ki, de igazándiból a jogszabály meg úgy szól, hogy a közfeladatot ellátó szerv tevékenysége során nem fog eszembe jutni szó szerint, de nagyjából arról van szó, hogy közérdekből nyilvános adat az közalkalmazottnak a neve, titulusa, amennyiben a szakmai tevékenységén, közfeladatot ellátó szerv tevékenységén belül tevékenykedik, és hát itt esetünkben erről van szó, de hát azért semmi gond, megkérdeztem egyébként az illetékes úriembert, hogy ő a maga részéről hozzájárulna, hogy nevén nevezzem, azt mondta, hogy nem szeretné, úgyis mindenki tudja, hogy kiről van szó, úgyhogy teljesen mindegy. Minden esetre azért a tisztesség kedvéért megkérdeztem, én úgy fogok eljárni, ahogy ő szeretné, semmi probléma, semmi gond nincsen. Úgyhogy igazándiból ennyi volt a per, hogy most megkaptuk megint a zöldségeket, van 15 nap rá, hogy lereagáljuk. Annyi változás volt egyébként, ez egy nagyon modern, haladó, felfogású bírónő, mert azt mondta, hogy miután benyújtom az anyagot a törvényszékre, a módosított nyilatkozatunkat, akkor cseréljünk, azt javasolta, hogy cseréljünk elektronikus e-mail címet az Alperes ügyvédjével, és neki pedig elektronikusan is megküldhetem, és akkor nem kell nekik malmozni arra várva, hogy a bíróságon keresztül megkapják az értesítést, meg a stb., hanem egyből megkaphatják, és akkor ők is hamarabb le tudják reagálni, és akkor viszont ők is vissza tudják küldeni az ő módosított cuccaikat, és akkor tényleg sokkal pörgősebben, nyilván a bíróság szempontjából nem pörgősebben, de így információcsere szempontjából sokkal pörgősebben jön-megy az információ egymás között, aminek én nagyon megörültem, úgyhogy így is fogok majd tenni. És ennyi, november 17-én folytatjuk. Úgyhogy most én azt gondoltam, hogy november egy olyan hónap lesz, amikor nem lesz per, de hát nem, minden hónapra jut egy per, vagy így, vagy úgy. Ilma megjegyezte, hogy a második tárgyalásra már gyúrok, hogy mindenképpen ott egyek. Jajaj, lenni akarok, nem enni. Azt írja valaki, hogy egyébként azt hitte, hogy azt mondják neked, hogy cseréljetek elektronikus cigit. Cigit. Az még lett volna valami. És én még mindig nem értem, hogy ha én beülök, ugye mert azzal példálózott múltkor a védő, illetve hát az Alperesnek a védője, hogy nem lehet hangfelvételt készíteni, mert hogy ez egy nyílt tárgyalás, mindenki bejöhet, aki akar, és ha én bemegyek, és utána kimegyek, és utána kirakom akár a Facebookra, vagy csak a világba vele ordítom, hogy az volt ott a tárgyaláson, hogy... Hát vagy a világ legjobb hangutánzója vagy, és tökéletes memóriád van. És fölmondod szóról szóra, amiben történt. Na, ugye? Hát igen. Mindegy, furaság, figyelj, ha ez a hasfájásuk legyen, játszunk úgy, hogy érezzék ők is jól magukat, végül is ez egy kétszereplős dolog. Nem ezen van a hangsúly, a végén úgyis a bíróság ítéletén van a hangsúly az egészben, és akkor utána meg úgyis közzé lehet tenni az egészet, hogy mi volt, hogy volt, mint volt.
annyira nagyon nem érdekes egyébként, ez nekem érdekes, mert én nagyon élvezem ezeket a jogi csűrés csavarásokat, meg az alkotmányok szempontjából ízekre szedni az egész butaságot, és akkor szépen fölépíteni, hogy miért bődületes zöldség, amiket ők állítanak, meg hogy egy alapvetően. Én azon gondolkoztam ma már, hogy már lassan elkezdtem őket sajnálni, persze lehet, hogy ez egy stratégia, mert hogy a kommunikációjukból minden, amit csinálnak, az süt kifele, hogy mintha tényleg nem tudnák, hogy mi az a közérdekű adat, és mintha tényleg nem tudnák, hogy milyen törvényi kötelezettségek vonatkoznak rájuk. Ajaj, Krisztián, vigyázz, itt kezdődnek a bajok. Tudod, mi ez? Na. Stockholm-szindróma. Nem. Semmi ilyesmi, de hogy már annyira, hogy nem értem. Tehát persze lehet, hogy az ártatlan próbálják adni, hogy mit nem is tudtunk, de hát az van, hogy ez egy közfeladatot ellátó szerv, törvényi kötelezettségei vannak, a törvények nem ismerete meg nem ment fel, tehát engem is ugyanúgy megbüntetnek, meg pellengére állítanak, hogyha valami olyasmit csinálok, ami jogszabályokba ütközik. Most egy közpénzből fenntartott közfeladatot ellátó szerv, ami ráadásul ugye egészen más hatalmi pozícióban van, mint egy egyszerű mezei halandó, mint például én vagy bármelyikünk. Nem lehet ilyen könnyelműen intézni ezeket a dolgokat, de szerintem sima ügy, de hát várjuk ki a végét. Úgyhogy így. Érdekes volt, kellemes volt, jó hangulatú volt. Már amennyire jó hangulatú lehet egy ilyen, szóval ne úgy képzeljétek el, hogy ülünk egymással szemben, és így szúros szemmel méregetjük egymást, meg titokban, amikor senki nem figyel, akkor egymás felé sercintünk, vagy valami, és nem abszolút. Mikor a diktafon nem szól, akkor Krisztián mondja, hogy kicsi ez a város kettőnknek. És így ropogtatom a bütykeimet. Igen, és úgy nézem, mint Clint Eastwood, tudod, a fél milliméteres nézéssel. Igen. A múltkor majdnem fél milliméteres nézéssel néztem, mert akkor még nem tudtam, hogy ugye a baloldali asztal, vagyis a bíró jobb keze felé eső asztal, a felperes asztal, és azt hittem, hogy ilyen szabad választás van, és akkor még egy ilyen korábbi meeting stratégiai emlékeimre hagyatkozva próbáltam háttal ülni az ablaknak, ahonnan éppen betűzött a délelőtti napfény, aztán rám pirítottak, hogy az az alperes asztala, ami ahol van, akkor az én szemembe fog sütni a nap, úgyhogy ott egy kicsit inkább hunyorgósabb volt, itt nem. Meg kellett volna kérdezni, hogy ez nem olyan, mint a foci, hogy akinek a fej vagy írásban eltalálja, hogy melyik az választ tér felett, vagy valami, hogy ki kezd. Mindegy, Krisztián, írjuk fel a két dátumot, akkor a következő, tehát a másik témájú pörnek a következő, a Stage 2-t, meg ennek is, és ne két nappal előtte hozzunk létre ennek eseményt, hanem még időben, hogy ne csak ketten legyünk ott, esetleg, hogyha nem tudok menni, akkor, mint ahogy most sem merém, majd mindjárt mondom, hogy én hol voltam aznap, akkor mások azért be tudják tervezni, mert Dudának is korábban fogom kedves Charlie létrehozni, most egy kicsit magam alá temetett megint a jogi anyag, úgyhogy ezért is nem kapkodtam el. Jaj, legközelebb akkor csak 10 oldalt fogok neked nyomtatni, hogy ne temessen maga alá téged a jogi anyag. Nem azt temet maga alá, amit ki kell nyomtatni, az már elkészül, az a végeredmény. Attól vagyok eltemetődve, hogy azok elkészüljenek és összeálljanak. Okos, hát nem úgy megy az. Olvasás, hegyek. Kimaradt az utána az ebédünk is, a közös ebéd, a közös igen, bejelentkezés. Igen. De legalább Nagyival és Dudával kávéztunk egy jót a körúton. Kicsit nehezen, de azért sikerült találnunk még egy kiülős helyet a körúton, hogy szabadon gőzölökhessünk. Úgyhogy mi így... Az most már mondjuk egyre ritkább lesz. Igen, sajnos, úgyhogy lehet, hogy a november 17-i, illetve a december 1-i tárgyalás alkalmával már nem lesz ilyen vidám hangulatú utcán ücsörgős gőzölés, de lehet, hogy olyan hideg lesz, hogy nagyon kedvünk se lesz hozzá. Közben egy vérlázító komment jött a videó alá. Na. Keszthelyi Márk Gábor megkérdezte, hogy milyen márkájú aromából keverem a csodamálnát. Akik tudják, azok dobáljanak sok-sok lájkot, és magyarázzák el Márknak. Jó, hát ez szép összefoglaló volt, megfelelő módon kisatírozva.
lakfilccel az oda nem helyettesíthető szavakat, de ezeket majd lekapirgáljuk idővel. Hú, milyen költői volt ez a hasonlat, ez a kép. Nézd oda, tudják, hogy mit szívok. De csak itt van Fater is. Hello, Fater! Halló. Jó, akkor én is egy picit ráfűzök, és átkötök tudományosan a másik témára, mert hogy én miért nem tudtam elmenni a tárgyalásra. Milyen nap volt ez? Hétfő, vagy kedd, vagy... Kedd. Ja igen, az egyetlen szabad napom volt, és akkor kellett lefaszázni, kifaszázni a nyomdai anyagokat, mert kezd a T-minusz. Nagyon... Ezért nem jöttél. Ezért. Hát én kérek elnézést. Én legalább fölveszem a telefont, ha hívnak az emberek. A mai az majd mindjárt mesélek. A mai az nem az volt, amire te gondolsz. És szóval nagyon patentra ki van faszázva, és jó hír, bár tudod, tehát hiába mondjuk egy videóban, úgyse fogja a kutya se megnézni, se meghallgatni, se megjegyezni, hogy az Urániában kiderült, hogy amit le is fényképeztél, te is két oldalt, az a két bazinagy molinó. Az 2 méter x 5,70 méter. Így mutatom, 5,70 méter. És képzeljétek el, hogy egy egész szabad hét lesz ott, amikor semmi nem lesz ott. Hazudtam, mert lesz ott valami. És kié lesz ott? A miénk. Bocsánat, a mieink, mert ketten lesznek. Egyet balról, egyet jobbról, hogy ne érezzék egyedül magukat. Atya, Úr, Isten, de mekkora. Jézus, Mária. Iszonyúan. Én az előzőnél, amit lefényképeztem ott mintának, rettenetesen vonzza a tekintetét az embernek. Nagyon durván jó. Én pedig fölraktam két képet az általam jónak ítélt szöveggel, de remélem azt megnéztétek is, hogyha nem jó, akkor még most szóljatok, mert nem készült még el a dolog, de ez olyan megfelelően drámai, hogy benne van a kormányzat, benne vannak a Big Pharma, meg az anyám kínja, meg minden, meg ugye ami a fejlécben van, ugye a borítóképnél is, meg ugye akkor a nyomdába már nem mentem el, viszont a mai napom azzal telt, hogy a kedden sikeresen lefoglalt szállást kifaszáztam, és természetesen elbasztam, mert étkezést nem akartam Éronéknak adni, aztán rájöttem, hogy az nagyon nem jó dolog, hogyha az ember üres pocakkal indul neki a napnak. Az Charlie, az kell a reggeli legalább. Úgyhogy azt korrigáltam, és természetesen a múltkori challenge-et nem tudom, hogy beszéltük-e, hogy ott milyen fasza árfolyamon váltották az Andrássy úton az eurót, mert ott a szállás 350 forintba akarta váltani. Úgyhogy sikerült... Nagyon élelmesek. Igen, a 200-ból sikerült neki 270 ezret barkácsolni, és utána jól fölcsesztük az agyunkat, és lett belőle a Marriott Courtyard, vagy Courtyard Marriott, ami a Blahán van, egy nagy lakosztály Éronéknak és a gyerekeknek, és ezt se értem. Tehát oda van írva, hogy plusz egy szófa. Na, most már ott tartottunk, hogy ma azt beszéltük, hogy fölhívtam a csajt, hogy hát még mindig nem jött a kérdésémre válasz. Jó, de megkérdezte, és hogy nem tudják garantálni a szófát, hogy mondom, mi az, hogy nem tudsz garantálni valamit, ami oda van írva, na mindegy, lendüljünk túl rajta. Mondom, két gyerek, valami ágy kellnek. Ó, persze, ebben a méretben tökéletesen be lehet hajítani a lakosztályba az ágyakat. Úgyhogy az is le van tudva. És aztán mondtam neki, hogy akkor kérnénk szépen egy proforma számlát, mert nem kártyával szeretnénk fizetni, hanem előre utalni. Megint jött a dráma, Mújó, nem tudom, hogy neked mondtam-e, de mikor meglátom a számlán a rendes összeg helyett azt látom, hogy 293 ezer forint, akkor ott megint lezajlott bennem, hogy na, ezek is jól váltanak eurót, de aztán kiderült, hogy nem, mert fölhívtam a nőt, és mondta, hogy hát azért, mert ő az én áramra még rárakta a, tudod, ez a idegenforgalmi adó, meg mit tudom is, én éjszakánként mennyi is, ő azt még úgy elegánsan rárakta, de akkor azt korrigáljuk is, úgyhogy azt a postafordultával 10 perc múlva jött a következő, amit elolvastam, na ez már majdnem jó, csak ne az én cégnevem legyen rajta, hanem a Villanypára Egyesület, elküldte. Azt mondjuk nem át. Azt mondom,
most már 99%-osak vagyunk, csak biztos, ami biztos, legyen rajta a bookingos azonosítónk is, hogy ez a szállás, ami le lett foglalva. Hogyha nem tudják ott a bankkártyát meg akarják terhelni, akkor ne legyen az, hogy ha nem tudtuk megterhelni, nincs szoba. Úgyhogy ez is megvan most már. Fifikánál ott van. Nem tudom, hogy most ezt illetve utalt... el is utaltam a mai nap. Tehát... tessék. Úgyhogy a szállás pipa. Elküldtem a következő anyagokat a nyomdába, karszalag, pipa. Természetesen nem lehet olyat, hogy 50 darabot kérsz valami, tehát hogy mondjuk 250, vagy 200, vagy 300. Na, tök fasza. Akkor 300 zsír. Tehát karszalag, pipa. A paszt leadtam. Kértek olyan extrákat, fiúk, fölhatalmaztam magam, nélkületek döntöttem. Azt kérdezték, hogy 3 vagy 5 milliméteres kerekítést kérek a sarkára. Ó, és minket nem kérdeztél meg erről a nagyon szignifikáns kérdésről? Nem. Azért erről el tudtunk volna beszélgetni egy órát. Igen. Egyébként elővettem a melóhelyen van vonalzó, és akkor így elkezdtem rajzolgatni 3 milliméteres ív, 5 milliméteres, és akkor a végén visszajöttem, amelyiket jónak látjátok. Kész. Hova rakjuk? Hát sugár vagy átmérő? Hát mert az sem mindegy. Sugár. Hova rakjuk a lyukat? Hát mondom, szerintem a közepére, már mint hogy fönt a közepére. Tehát ne a sarkába, így odarakva. Úgyhogy az is megvan. A Migiri Molinót is elküldtem. Ja, és megvan a Pellakát is. Azt is elküldtem. Úgyhogy ezekre várjuk az anyagokat. Az Urániából várjuk a számlát, az Afterről várjuk a számlát, és akkor már nagyon bazi közel vagyunk. Amint drámáztunk, de inkább ezen menjen a dráma, mint azon, hogy nem fogynak a jegyek. Azaz, hogy nem azt mondom, hogy overselling van, tehát nem adtunk el többet, mint amennyi, de ma egy picit rosszul lettem. De majd nem. Mikor megláttam, hogy a szabad székek száma -2. És akkor levert a víz, hogy na, akkor Fifika meg Mujó állni fog. De nem, hála Istennek, mert tudjuk korrigálni a dolgot, mert ott van nekünk 2 mozgássérült támogatás, úgyhogy nekik amúgy sem normális székük lenne, hanem ilyen, tudod, oda gurítják a valamelyik sornak a széléhez, tehát akkor 2 felszabadult. Hozott székkel dolgoznak. Hát ennyi, tudod, mindenki a saját kényelmes kerekes székes foteljában. Annyi van még, és ezen Fifikával hazafele úton beszélgettünk, hogy meg aki kérdezné, vagy ajánljátok, nézzék meg ezt a videót, vagy hallgassák meg a podcastet, mert tényleg azt hiszitek, hogy most már nagyon könnyű, mert megvan minden, de nem. Most jön a legnehezebb része, mert kint van körülbelül 70 meghívónk a díszvendégeknek, a sajtónak, meg mindenkinek, és javítsatok ki közben, ha tévednék valami számadata, vagy bármi. Horgásszék, Mizsei Matyi, jó van, ülj le, fiam, egyes. Horgásszék, persze. Tudod, az a kis egylábú, ami a Kutrapalinak volt a Big Bangben mindig, hogy azzal ül a sorba. Pff, zseniális, ott vernek meg. Szóval ez a legnehezebb része most, mert hogyha mi nem foglalkozunk azzal, hogy kiküldtünk 70 meghívót mondjuk a díszvendégeknek, meg a sajtónak, és aztán lesz, ami lesz, a mozi tele van, és majd a sajtó is jön, és akkor egy csomóan, nem az, egy csomóan, 99%-a nem jelzett még vissza, és ha nem jeleznek vissza, akkor az lesz, hogy azok, akik szerettek volna, azok nem tudnak bejönni, cserébe ott lesz egy valag üres szék, ami meg amúgy se adja jól ki magát. Tehát most jön majd az a totózás, és mindenkitől türelmet kérünk, hogy tudjuk, hogy vannak, akik bár későn, bár nem figyeltek oda, hogy már napok óta kiírtuk, hogy nincs több ülőhely, ettől függetlenül elutalták, és aztán nekem dühöngenek, hogy egy kis türelmet kérünk, és megpróbáljuk az első körben, akik nem jeleznek vissza, azok ilyen október 31 a vége, és utána még egyszer őket telefonon megkeressük, és hogyha akkor vagy nem sikerül elérni őket, vagy nem jeleznek vissza, akkor egy részét azoknak a helyeknek megpróbáljuk valahogy felszabadítani. Tehát súlyozunk majd, hogy ki az, aki szerintünk
nagy valószínűséggel nem fog és nem is akar jönni. És tényleg itt vágjatok közben, mert ha itt rosszat mondok, akkor palota forradalom lesz. És akkor majd azok, akik időn túlutaltak, vagy amit, tehát a Fifikánál megvan pontosan a lista, hogy itt a vége annak az utolsó embernek, aki még befért ide vagy oda, és akkor utána szépen elkezdjük a neveket darálni, ahogy ürülnek a szabad székek. És akkor még lesz egy, úgy készüljön mindenki, hogy lesz még talán 4-5 nappal a premier előtt egy utolsó nagy ilyen hullámot csinálunk. Fifikával ezt beszéltem legalábbis, Mújó. Hogy akkor csinálunk még egy ilyen utolsó nagy hullámot, hogy tényleg akkor kifaszázni, hogy na, ki az, aki biztos, hogy nem jön, mert arra se vette a fáradtságot, hogy egy ingyen meghívóra reagáljon, akkor azokat parkolóra tesszük, és azokat, akik tényleg meg szeretnék nézni a filmet, azokat fogjuk oda értesíteni, hogy akkor felszabadult a hely. Ezt gondoltuk ki Fifikával, de mondjad... Szerintem jól módoltátok ki szerintem. Én is azt gondolom, hogy tehát egy idő után arra kell optimalizálnunk, hogy a nézőt értele legyen. Tehát mindenkinek köszönjük a támogatást, és tényleg szóval valami zseniális volt, ahogy összegurult ez a nem is tudom, 70 embernél kezdtünk el Charlie-val rettegni, hogy nem lesz tele a nézőtér. De egy idő után arra kell fordítanunk a hangsúlyt, hogy ne legyen üres szék. Meg ugye azt se felejtsük el, hogy sokkal könnyebb nekünk így gondolkozni, hogy megvan, és van egy kis pufferünk, mint az, hogy ha a végén gyűlik össze, és a végén jön ez a rush, hogy na, akkor most még van 5-6-8 ember, és az majd visongat, hogy miért nem tudja. És egy napunk. Igen, tehát akkor már biztos nem lesz az utolsó 2-3 napban ilyenre semmi időnk nem lesz senkinek. És bocsánat az offér, megint ugye KMG megkérdezte, hogy milyen márkájú aromából keverem a csodamálnát. Bárány Miklós, Demjén Tibor könnyeiből. És igen. Illetve hát úgy mondjuk, hogy egy meg nem nevezett felső vezető könnyeiből. Na, úgyhogy most itt állunk, és amit mondtam, magamra kell szórni a hamut. Mea culpa maxima, vagy mea maxima culpa, mindegy. Mondtuk ugye ezt az e-mailt. Krisztián, te tudod, mert te látod, hogy, és egy kicsi nemzetközi vonalat is belevihetünk most a Billion Lives-ba, hogy kiküldött Aaron egy nemzetközi e-mailt, és abba felsorolt a magyarokat is. Nem ez az az e-mail, amire vártunk. Aaron szerintem egy picit megnyugodott, mikor mi is mondtuk neki, hogy Full House, és másra terelődött a figyelem, mert vannak olyan országok, ugye, ahol nem volt hivatalos ilyen díszbemutató celebség a köbön, mint ami nálunk lesz. Ilyen például Anglia. És hát nem akarom túl dramatizálni a dolgot, de Angliában szar a helyzet. Tehát olyan szar a helyzet, hogy... filmbemutató kapcsán azt azért tegyük hozzá. Igen, filmbemutató kapcsán. Tehát, hogy nem azt akarom mondani, hogy hát nagyon szar a helyzet, de közel van a nagyon-nagyon szarhoz. És minthogyha ott az érdektelenségbe fulladna az egész, mert nem érzik a súlyát, mert hisz ott lehet, úgyis jön a Brexit. Ott jó világ van, igen. Igen, és ezért úgy tényleg az megy el, akit nagyon érdekel, vagy pedig ahogy te mondtad, hogy ott voltak ugye Varsóban, és ott micsoda lelkesség volt az angolok részéről is. Igen. És na, hogy a e-mailre ráfűzzek, azért nem megy ez az e-mail most ki nekünk, amiben nagyon meg vagyunk említve mi is, egy külön passzusban, mert már nem csak Aaronnak kell, hanem a mi erőforrásainkat is elég szomorú módon az viszi el, hogy az angol premierre sikerüljön, hát nem premierre, az angol mozi bemutatóra, vagy az angol vetítésekre sikerüljön
találni megfelelő számú tömeget, úgyhogy ez a drámatagozat, és ezért kell várni, mert most minden erőforrás erre megy el. Micsoda izgalmakat visz az ember életébe egy ilyen esemény. Nagyon megijedtem egyébként, mert itt írják, hogy megszakadt az élő videó, és közben ti is totál csöndbe voltatok. Na mondom, most minden megszakadt. Most vége. Most itt igen. A vég. Pedig én itt tolom konstans a kazán zajt, ma perszónapot tartok, úgyhogy én rotyogok és sistergek itt. Halljuk, Krisztián, tehát... Tehát hát, amikor... ha azt gondolod, hogy a Charlie meg azt gondolja, hogy te nem. Nem, én azt abszolút hallom, hogy te rotyogtatsz. Na, úgyhogy... Én itt a kis szerény Aspire X-emmel úgy is mondhatnám, hogy majdnem lopakodó üzemmódban vagyok. Na, aztán Csányi, milyen? Belekezdtél egy mondatba, hogy úgyhogy... Szóval úgyhogy valahogy itt tartottál. Igen, úgyhogy ez viszi el most mindenkinek az erőforrását, gyakorlatilag a médiás csoportban is, Éronéknak is, és ugye a Facebook sem túl segítőkész ez ügyben, tehát azt mindenki láthatta, hogy mennyire segítőkész, amikor mondjuk egy kampányt akar az ember indítani film témában. Hogy fasz? Ez dohánytermék, ez nem lehet. A film, az érdekes. Facebook szerint igen. Ez folyamatosan visszatérő gondolata a Facebooknak, hogy ez egy dohánytermék. Ja, azt írják, hogy és eléggé akadozó. A legjobb nemzetközi dokumentum díjat kapja a következő dohánytermék. Termék. A következő a dokumentum sajnos nem mondhatjuk be. Az ízesítetlen dohány kategóriában the winner is... És nem mondunk ki dohánytermék nevet. Úgyhogy a helyzet nemzetközileg is fokozódik. Azt kell, hogy mondjam, gyuk. Tuk, hozhez-höz. Bárány Miklós rám ír, hogy leállt az adás. Biztos nem tudok most ezzel foglalkozni, sajnos. Meg kell holnap hallgatni podcastben. Na. Úgyhogy mi van még nekünk tennivaló? Egyébként. Hú, ezek így. Rá kell szállnunk a meghívottakra. Ez lesz a legnehezebb. Hát az csak úgy lehet, hogy folyamatosan ezt kell kommunikálnunk, hogy aki nem tud jönni, aki nem tud jönni. Az. Elrágták a juhok. A aki nem tud, aki nem tud jönni, az szóljon, hogy esetleg mást a helyére tudjunk ültetni. Én mennyivel egyszerűbb lett volna ez, hogyha úgy hívhatjuk, hogy jegyeket értékesítünk, annyit, amennyi van, azt akkor jó van. Az utolsónál így megáll a sor, az kész. De hát nem, sajnos. Ide fütyülsz, és ez nem én vagyok. Nem, ez én vagyok. Ez abszolút én vagyok. Itt fekszem hanyat, a szegy csontomon a nagy nehéz mikrofon, és... Jó, ezt lehet, hogy nem akartam tudni, hogy te hogy fekszel. Egyengetem a derekamat. Beállt a izétől, a... Mondjad már mitől, a pörtől? Néhány nap, amit a monitor előtt töltöttem, igen. Jaj. Azt kérdezi egyébként, igen, F5-öt kell nyomni, és akkor tök jó lesz. 38-ra visszaesett, de már megint kúszik fölfele a grafikon. Hogy Bárány Miklós azt kérdezte, hogy tudom, hogy nem lehet tudni, de a támogatás kb. Elég lesz? Vagy még kell? Hát, kedves Miki, ez
én csak a saját véleményemet tudom mondani, hogy mindig akkor derül ki, hogy elég volt-e valami, amikor a végén húzunk egy vastag vonalat, és alatta mindent összeadunk, meg kivonunk. Pont akkor derül ki, amikor így a szállások benyögik, hogy ők 306 helyett 350-ért váltják az eurót Magyarországon, egy magyar szállás. Tehát meg mikor a karszalagból nem tudok 200-at, vagy 250-et, mert azt hittem, hogy 250, hát 50 bazd meg, hát nem, 200, 300. Tehát mikor az ilyen apróságok így rárakódnak a dologra. Hát az van, hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy a film vetítéstől, a premiértől úgy, ahogy kitaláltuk, hogy helikopterrel menjünk az after helyszínére, akkor baromi kevés a pénz még. Vagy szólni kell Cecilnek. De ez Charlie a látója, de egyébként, ha minden... Én azt tudom mondani, hogy az elmúlt egy héten a költségvetés miatt nem stresszelt, úgyhogy ezt én jó jelnek könyvelem el. Hát úgy mondjuk, hogy hát nem csak én vagyok a látója, hisz az XLS-t mindannyian látjuk, akik szervezzük a dolgot, csak lehet, hogy többet irkálok az XLS-be, de most milyen jó volt, hogy nem kellett már keresgélni, mert külön síten voltak szépen a passz, a... Ja, igen, a vászlat is leadtam, a... Mondjad már mi az, a fotófalat. Hú, annyira zseniális lesz, Krisztián, átterveztük, átraktam bal oldalra a Billy... Ja, és amit nektek átküldtem, és tervezgettük, és éromba az meg belefuttatja, tudod, ezt a V betűnek a tetejét benne van a betűbe. Aj, mit szenvedtünk azzal, hogy egymás mellett legyen, tudod, hogy az én méretben nagyobb legyen kicsit, és aztán így gondolkozok, így nézem az összes layoutjukat, meg imprintjüket, és így hát itt sehol nincs nekik így. Az meg, lehet, hogy direkt van így, hogy nincsen sehol, és akkor csináljuk mi is úgy, hát tényleg annyira mindegy, hogy most 8 vagy 15 milliméteres lesz a betű, mindenki tudni fogja fazonra, hogy mi a túró van. Úgyhogy én már alig várom, hogy azt a fényképet föltolhassam, mikor a kezembe van minden, meg fekszek mondjuk 30 kilónyi malinón. Azért azt plakátokba és molinókba. Azért azt a fotót én is megnézném, amikor 30 kilónyi molinón fekszel. Tudod, mint az ilyen internetmilliómosok, hogy így a francia ágy teleszórva $100-osokkal, csak Charlie-nál karszalagokkal, molinókkal és plakátokkal, és így fekszik a közepébe. Megijedtem, hogy azt mondod, hogy tudod, egy szál Ádám kosztümben, és akkor az érzékeny részek kitakarva a karszalagokkal. És akkor majd... Egy vendégkártyával. És mikor majd jönnek az emberek, hogy ugye ez a karszalag, ez nem ért hozzá Charlie-nak a mi csodájához. És kinagyítják, és vizsgálják pixelről-pixelről, hogy hanyas sorszámú volt az, hogy nehogy ők legyenek. Igen. Ú, én baromira várom. Hát én is. Fekszik a molinón, és a gatya gombja kiszakítja. Ó, Istenem, de bolond vagy. Nem. Nem, tényleg, aki nem látta még az Urániát kívülről, csak így fotón, az azt mondja, hogy jó, de mikor ott vagy előtte, és látod azt a bazi nagy molinót. Ó, Istenem! Úgyhogy azon gondolkoztam erősen, hogy mert ugye a szállodához úgyis úgy kell menni, hogy ott kurflizni. Nem szólni Aaronnak semmit, csak úgy, Aaron, most erre megyünk, és akkor majd látod a szállod, vagy a izét, a mozit, és így elmegyünk előtte picit lassítani. Na, hogy tetszik? Előző este egy ilyen hopon-hopof túrát szervezni, ami megy a Rákóczi úton is. És itt balra láthatjátok a Billion Lies molinókat, és akkor, hogy mi? Vagy tudod, majd így Aaron mondaná, ilyen őrült turistaként a mellette ülőknek, hogy az az én filmem, azt én csináltam, az az én filmem. Jó, fiatalember, üljön már le a helyére, azt tegye vissza a fejhallgatóját. Hát nem hiszem el. És közben tudod, hogy félreforduló faszi. Rendőrség, itt van valami őrült huligán, azt mondja, hogy jöjjé ez a film, hát ez bolond. Ja. Nem sok, kurvára nem sok van már hátra, fiúk. 19. Kevesebb, mint egy hónap. Bizony. Hogy szalad az idő.
Rohan az idő, és én kihíztam az összes zakómat. Milyen epikus dolog, és kihíztam az összes zakómat. Egy, kettő, ha három. Ha lezser leszel, és nem, gondol, nem gombolod be, ennyi. Nem az a baj, válba szűk. 3 hét és 3 nap. Uh-huh. Kellett neked ennyi gyurmáznod? Hát eszembe jutott, hogy az 3 hét alatt azért sokat le lehet hajítani egy 10-1 néhány kilót, úgyhogy lehet, hogy neki kéne állni gyurmázni. Fifika, azt mondják, hogy napi 1 kiló az még teljesen rendben van. Á, 30 kiló nem fog menni, az hülyeség. De szép lenne, így lepattintana, és akkor majd találkozunk, bemutatkozok. És milyen lógózatkóban megjelennék. Az nem létezik, te nem lehetsz a Fifika. Add elő. Jön egy ilyen kigyúrt titán, és mi csak nézünk. Fifika jöjjön birkabundában, írt a Mizsei Matyi. Matyinak egyre jobb ötletei vannak, ezt be kell, hogy lájkoljam. Egyébként mindenki támogatja a filmet, minket támogatnak a Patreonok, és múlt héten is jöttek igen szép számmal támogatások, például ugye a MIUI Magyarország adminjától is, és például most meg nem mondom, hogy ki az, aki megemelte, és a legnagyobb grade-be kezdett el minket tolni, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönjük neked. Köszönjük szépen mindenkinek és neked is. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Úgyhogy mi van még, fiúkák? Az a baj, hogy én kezdek úgy kiégni, hogy a melóhelyen már úgysem merek semmit mondani, mert úgyis kérdezik, meg nagyjából tudják, de hogy mi lesz itt a film után, még így elbekkelünk 1-2 hetet mondjuk ezzel, hogy így átbeszéljük, hogy milyen faszaság volt, meg hú, de zsír volt, képzeljétek. Most visszatérünk a kerékvágásba. Író meghívott minket a Miami rezidenciájára, hogy olyan jól sikerült, vagy hollywoodi premierre, amit természetesen nem lehet, mert az október 26-án lesz. De hogy utána mi lesz? Jaj, még egy kis pöranyagunk van, és aztán az unalmas hétköznapok. Hát igen. Hát utána megmondom, mi lesz, Charlie. Perek lesznek, konklúziók lesznek. Figyelek, csak az közben utána, szívtam a málnát, mert már nagyon... Utána a következő 2-3 hétben konklúzióhoz érkeznek a pereink. Úgyhogy lesz itt még izgalom bőven. Ez a mániájuk. Meg hát menet. Bocsánat, mondjad? Menet közben ugye még alkotmányjogi panasz, és úgyhogy minden van itt. Minden hétre jut valami izgalom jóformán. Valaki már írt, hogy jöhet a GT3 teszt videó. Ne, hagyjatok már, nincs nekem erre se időm, se pénzem. Nincs energiám. Szürke hétköznapokban, Charlie, tesztelheted az eszközöket újra. Igen, most már nincsen ugye a fiókom sem korlátozva, milyen jó, megtaláltak újból a kínaiak, milyen jó, itt van ez a borzadvány vaporesszó, milyen jó, nem igaz, nem jó. Na de ti hogy látjátok, hogy nagyon, nagyon elvakult fanatikusok lettünk, vagy még tudnak velünk normális témáról beszélni az emberek egyébként ezen kívül? Szerintem tudnak. Rólam például a perekről lehetnék beszélni, velem lehet a perekről is beszélni. Alkotmányjogi információszabadsági témákban is abszolút penge társalkodó partner vagyok. Nem, tényleg egy kicsit ilyen beszűkült a világ. Igen. Na jó, de hát azért lehet tudni, hogy te is mész koncert. Jaj, várjál, van egy invite-od. Lehet, hogy még nem merte mondani kócos, de lesz egy futás. Nem sok, Krisztián, 2,5 kilométer. Nem, futok én 2,5 kilométert, az már
Nem kell futni, csak megtenni. Lesz 13 akadály, meg 300 méter szint különbség. Ja, jó. Az nem én vagyok. Ez az Andor. Igen. De mi a távolból is szurkolunk neki, úgyhogy ki fogunk izzadni. Azt írja Hevesi Kálmán, hogy... Abszolút, abszolút beleélő képességünk van. Tehát tényleg majdnem, nagyon ki majdnem olyan, fáradni. Mintha ott lennénk. Igen, igen, igen. Írta Hevesi Kálmán, hogy jövő heti kulákságról is jöhet majd videó, ezt ti biztos nem láttátok, de mutatott Blacky egy dobozt, ami még nem áruljuk el, hogy mi van benne, de tart felém is egy ugyanolyan doboz, amiben szintén nem áruljuk el, mi van. De tegnap már kaptuk az ívet, hogy... Egy kisebb doboz. Igen, matroska. Hogy kulákok vagyunk, vagy én vagyok kulák. Azt remélem, hogy mindenki érti, hogy egy picit a szerepeket mindig túljátszuk, hogy érdekes legyen a dolog, a videó, a podcast, az akármi. Mi se vagyunk Rothschild bárók, mert egyébként nem egy háromszobás lakásban élnék, mondjuk én, hanem fönn a rózsadombon, a tetején, és onnan kukkolnám így, hogy hol a likvid, hol a likvid, itt a likvid. Ja. Aztán, igen, Lőrinc István azt írja, perek, birkák, stb. Zokni Dániel téged támogat, azt mondja, úriember nem fut. Ugye? Ugye? Kérdezi Nagyi, hogy mit nem intéztünk még el, azt már tudjuk, hogy mi van meg. Erősen gondolkozom, Nagyi, de az van, hogyha ezek a számlák befutnak, amiket felsoroltam, akkor papíron minden el van intézve, és azért kell csak izgulnunk, hogy Aeronék mondjuk egynél több adathordozón hozzák el a filmet, mert ugye hát ez már digitális, tehát Winchesteren elhozzák, még megpróbálom meggyőzni, hogy azért jó lenne, hogyha elküldenétek a mozinak. Meg én szeretném, hogyha előtte mondjuk Tomika tudna egy ilyen próba 10 percet vetíteni, hogy tényleg jó-e, ne az legyen, hogy ott jönnek majd a kalapos őbetűk. az kicsit lehangoló lenne. De hát azt tényleg el nem tudjátok képzelni, hogy olyan lelkes emberekkel vagyunk körbevéve, nem csak olyan idióták, mint mi, hanem vannak olyan lelkes emberek, hogy a Tomika, ugye a Tomika ilyen mozi építő, mit tudom is én, micsoda rohangászik Európa szerte, és hogy jön segíteni, fölújították az Uránia hangrendszerét, tehát szerintem ott nem tudják az Uránia szervezői, hogy te figyelj már, kik ezek, akik ide jönnek a filmre, ezek nagyon durva csávók, hallod, ide jöttek, fölújítják a hangrendszerünket miattuk, meg Tomika intézi ugye az izzócserét, ez az izzó, ezt ne úgy képzeljétek el, hogy egy 100 wattos izzókörtét kicserél, és lesz 150 forint darabja, tehát ott azért itt kemény pénzekről beszélünk, mikor izzócserét emleget valaki, tehát, hogy itt nagyon, nagyon rákészülnek mások is rajtunk kívül, és tök lelkes vagyok ezért. Tomika írta, hogy ha kell, akkor tud kölcsönkérni mikrobuszt, hát az az én bajom, hogy 8 ember jön, meg a Tomika az 9, és én hova ülök, tudod, hol a macska, a vaj már megvan. Úgyhogy még ki kell találni, hogy vagy egy ilyen egyszerű dolgot, egy reptérről transfert, hogy a túróba fogunk tudni megoldani, de valahogy megoldjuk majd. Azt írja, Bárány Miki, küldhetik torrented is. Zseniális. Figyelj, ez egyébként most egy komoly téma. Beszéltek mindig arról a srácok, hogy majd megvárom, mikor torrenten fönn lesz. Azt úgy képzeljétek el, nekem múltkor valaki megírta, hogy vet jegyet, meg jönne is, meg és a többi, és fönn volt torr. Azt mondja, hogy Encore-on fönn volt már egyébként. Az angol feliratos verzió fönn volt az Encore-on. Nincs is angol feliratos verzió. Tehát nekem erről az egészről az jutott eszembe, hogy Krisztián, ez olyan, mint a... két dolgot tudok, igen? Mondani így előjáróba. Egy, fönt volt, kettő, valaki eltávolítatta. Mert... Ezt te honnan tudod, hogy az tényleg fönt volt? Úgy, hogy letöltötte. Tehát mondta is, valaki, hogy... Valaki más. Hm? Valaki ő más. Az, akivel beszéltem, és aki egyébként jegyet vett. Oké, csak tehát én te ilyennel viccelődnél egyébként? Nem viccelődnék, nem viccből mondom, csak... Nem úgy mondom, hanem hogyha te lennél az az ember, aki mondjuk letölti, te viccelődnél azzal, vagy ha nem töltenéd le, csak így, hogy
hogy belehozd az emberbe az ideget, hogy most azt mondom neki, hogy letöltöttem a izét, a filmet is. Nem erre gondolok, Charlie. Arra gondolok, hogy szimplán lehet egy tévedés is, hogy az nem az a film volt. Én magam is szoktam járkálni abban a Linux Distro boltban. Igaz, hogy célzatosan nem szoktam nézegetni, de szerintem nem került még sehova, hogy hívják a feliratos verziója. Ugye figyelj, négy héttel ezelőtt picit, még angol feliratosa volt. De várj, hát olyanról még nem hallottál, úgy, hogy valaki megcsinálta hozzá a feliratot, és Misi Tamás írta be, valóban fenn volt angol verzióban. Igen. Meg más hát platformon akkor... is, de mindenhonnan eltávolították. Nagyon helyes. Ezt különben tényleg nem tudom fölfogni, hogy egyébként annak nagy respekt, hogyha ilyeneket a pont szarnak rá szerintem az ilyen distro szájtoknak a tulajai, de szerintem, hogyha ilyen kérés jön, azt mindig eltávolítják, és szerintem az Odeon keze van benne egyébként. Lehet, lehet. Én nem nagyon vagyok egyébként a filmkiadók meg a hanglemez kiadók pártján ebben az egész kérdésben, mondjuk kiváltképp Magyarországon, ugye, ahol az Artist Justice-os matricákkal kvázi a szalagos kazetták óta mindenki kifizeti a másolás jogát. Mondjuk persze nyilván technológiai szempontból a torrent az pont egy ilyen mostoha állat, mert ott nem csak fogyasztasz, hanem osztasz is. De hogy ebben az esetben nagyon-nagyon egyetértek vele, hogy ne kerüljön. Elképzelni sem tudom, hogy hogyan kerülhet ki egyáltalán, mert ugye Aeronék azért úgy őrzik, mint a korona ékszereket kb. Azt írja Misi Tamás közben, hogy nem feliratos volt, szimpla angol verzió, és kész. Még nagyon-nagyon az elején. Lehet, hogy valamelyik bemutatóról az Artisiusról eszembe jutott, tudod, ez az agyfasz, hogy én veszek egy mobiltelefont, amiben memória van, és azért is kifizetem az Artisiust. Na. Én amikor még aktívan fotóztam, akkor attól kaptam agyfaszt, hogy szerzői jogdíjat fizetek a saját fotóim adattárolása után. Köszönöm szépen, Artisius. Sok szempontból agymenés ez az egész. Úgyhogy ha visszatérve erre, más nem hiányzik szerintem, tehát minden, ami ilyen fitting, meg kiegészítő, meg mit tudom is én, azoknak... Nekem egy meta teendő jutott eszembe most. Igen? Így feliratról szó került, hogy ha elkészülnek Aeronék a magyar felirattal, akkor az proofreadelni és korrektúrázni az még lesz, de hát az ugye nem, ez ilyen meta dolog, nem szerves része. Hát az a kérdés, hogy én nem emlékszem, hogy erről beszéltünk volna vele. Én 1000 évvel ezelőtt írtam neki, hogy hogyha nem is mi készítjük el magát a feliratot, egy korrektúrázást, mint nyelvi szempontból, meg a szakkifejezések szempontjából mindenképp szeretnénk, és akkor rábólintott, de hát ez már hónapokkal ezelőtt volt. Várjál, nem jó profilban, mert fölfele néztem, és akkor nagyobbnak látszik a tokám. Szóval mondjad már, nem tudod, mire gondolok? Málna. Is. Tudod, nem, a kopina. Igen. Nem, a... Ki az, aki beszélsz hozzá? Konszekutív. Tolmács. Tolmács. Tolmáccsal is, igen, a másik is megkeresett most már, tehát az, amit az a drága volt, azt kilőttük, mert ugye te is azt mondtad, hogy Droger banda, de már 2 másik jelentkező van, úgyhogy annyit kért csak az egyik hölgy, bár nem tudom, mennyire lesz fura, hogy egy férfi hangot egy nő tolmácsol, de mindegy, hát ezen túl kell lendülnünk. Elkérte az anyagot, hogyha odáig eljutunk majd, hogy szerződünk, akkor küldjünk neki valamit. Tehát, hogy ilyen lelkesen ő is, hogy tehát föl akar belőle készülni, nehogy olyan legyen, hogy mit tudom is én, majd vépelésnek fordítja a vépinget, közben pedig az gőzlérkedés, tehát azt majd így tehát fölírjuk a tenyerére. Véping, gőzlérkedés, meg ilyen szavakat. Ja, úgyhogy fölkészülési anyagot ő is kért, úgy gondoltam, hogy elég lesz szerintem a wiki, meg amiket linkeket összeszedtünk. Még egy dolgot kéne nagyon, amit Felhő is mondott, egy olyan második ismétlő e-mailt küldeni, amit egy kicsit marketingesebbre vesztük a figurát, meg kizárólagosságot, mit tudom is én, riportra, bár ezt a helyszínen én nem látnám jó ötletnek, hanem mondjuk, hogyha egy stúdió riportról lenne szó, akkor az tökre jó lenne. Aztán ennyi.
Úgyhogy jól állunk szerintem, jól állunk. Pláne, hogyha a nyomdai anyagok szerintem, ha mindent le tudunk így, hogy ki van fizetve meg, amit tudom is én, akkor egy másfél héten belül minden megvan nálunk. Figyelj csak, Charlie, most nézem az előlegbe kérő levelet a Displayháztól. Igen? Nem nyitom meg, hogy ne lagoljon. Igen? Oké, csak ugye ez gyakorlatilag ez nem előleg, hanem a teljes díj. Jó gondolom? Hát valószínű lehet, rá tudok kérdezni, de egyébként úgy is kell velük még egy kört futni, mert ugye ott bérlésről van szó, magáról a szerkezetről, és arra meg 100 000 kauciót kell fizetni. Tehát lehet, hogy valahogy így majd lehet még ott játszani ezekkel, hogy most akkor ennyi része kaució, annyi része meg a vászonnak a költsége, mert hát a vásznat azt ugye ki kell fizetni. Mert egyébként annak a bérlése csak valami 16 000 körül van, de most a csakot úgy mondom, aki nem látja vagy nem tudja, hogy egyébként kompletten egy ilyen szerkezet 260 000 forint lett volna. Tehát az képest az kevés, a 16 000, és akkor arra kell valamilyen ilyen kauciót fizetni, meg megírtam most nekik azt is a proforma után, ez nekem is szemet szúrt, hogy megírtam azért nekik, hogy hát a dátum az mi lenne nekünk, tehát ne az legyen, hogy azt mondják, hogy itt van kész, és akkor most vigyed el egy napra ennyi, hanem megírtam nekik, hogy november 12 szombat. Hogy mikor kell így. Meg még azon gondolkoztam ugye, hogy milyen faszaság lenne, hogyha mondjuk ott ha mi végeztünk, akkor ott lesz egy pár segítőnk, akik köszönjük szépen például Garamvölgyi Dénesnek, például Kocsis Tominak, például Mizsei Matyinak, akik önként és dalolva felajánlották szolgálataikat. Nagyon-nagyon szépen és köszönjük. Nagy is. És Nagy is, hogy majd valakikkel megkérni, hogy mit tudom is én, bontsák le azt a cuccot, és aztán rohanjanak át vele az afterparty helyszínére, és akkor ott állítsák fel újra, hogy akkor még aki tudod, ott akar fotózkodni, azért mégis feeling, hogy egy ilyen nagy fal előtt fényképezkedne a készítőkkel az ember. Úgyhogy ennyi. Röviden. Nem tudom, hogy akarunk-e még mást, mert 9:30 van, és tudom, hogy van. Hát, most már ez a második ilyen este, amikor a show notes-ból semmit nem és vettünk figyelj, elő. Várjál, nekem van olyan privát üzenetem, amire vagy áprilisi, vagy valami nyár közepi, hogy mi lenne, ha ezt a következő adásban megemlítenétek? Én kérek elnézést, megfogjuk. Egy következő adásban megfogjuk. Igen. Egy messzi-messzi galaxisban. Jó, hát nem tart ez örökké, most tényleg 10 bemutató körül forog az élet. Jó, valamit írt most Éron a közös csoportban, nem merem megnyitni. Berlin announcement, az nem érdekes. Zokni Daniel, mint az űrgolyhókban mi? A film még nincs kész, de a kazetta már kapható. Igen. Bárány Miklós, igen. Nehogy már e-cigisek legyenek a feliratban a gőzlér helyett. Hát ne bizony. Mi? Jézusom, ez olyan morbid, Misi Tamás. Hát már lassan mehetnénk, teljesen kiásztam a kádban. És tudjátok, mit találtam? És a pókom is. Fiúk, ezt csak azoknak tudom megmutatni, akik nézik a videót. Elém került a Párásító Podcast Charlie tagja részére oklevél, gratulálunk az 50. adáshoz. Köszönjük, hogy már egy éve fáradhatatlanul dolgoztok azért, és itt van a rengeteg aláírás, az oklevél, nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, és gondoljatok bele, hogy tudjátok, hanyadik a mostani? 131. Uff. 131 adást elpofáztunk az e-cigiről. Azt majdnem azt mondtam, hogy a semmiről, de nem. Ja, úgyhogy
szerintem húzzuk be a kertkaput, mert szegény Krisztiánnak rohannia kell. Ez csak ilyen virtuális dolog lesz, mert utána legalább úriember még egy... nem roham. Úriember nem rohan, úriember sem villamos, rohan. Sem nő, sem adás után. Ezt nem tudom fölmerni. Segáltat nem ezt, fut. Fiúk, ugye itt a Misi Tominak az előbb, hogy már kijönne a kádból, azt valaki mondta neki, hogy engedd le a vizet. Misi Tomi ráfűzött. Most pisiltem bele, hogy melegben legyen. Hát ez, na jó, hát szerintem tényleg itt a vége, itt a legalja. Ennél... Sokan vagyunk, sokfélék. Igen. De hogyha valaki szeretné, akkor mi is odaállunk hárman a három grácia, és leforgatjuk neki az Arany Szökőkút című filmet, nehogy megfázzon ott a kádban. De most letesszük a lantot, és miért jön ennyi like? Most sajnálom lenyomni a gombot. Ha sok like jön, akkor nem fejezzük be. Dehogy nem. Ha sok like jön, akkor a Misi Tamás pókja megjelenik. Úgyhogy nyomd le a gombot. Jó van, fiúk, akkor mindenkinek köszönjük, hogy itt a pici akadás, júj, de megindultak a lájkok. Szóval a pici akadás ellenére velünk maradtatok, 44-en is a végére, ahelyett, hogy a Agyibasztó kerttévéket nézitek. Mi jövő héten jelentkezünk a Blackivel már-már remélem szokásosnak mondható Join the Resistance-szal. Remélem Mujó is lassan beüzemeli a kameráját, amit kértünk tőle két hete. Igen. Mert hogy a jövő heti adás az enyhén kulák verzió lesz, csak szólok. Egy kis apró teaser. Mindenkinek érdemes lesz nézni, aki szeretne utána bennünket köpködni. Úgyhogy a kertkaput ezennel behúzzuk a nézőknek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, találkozunk jövő héten ugyanitt. Sziasztok! Egy élmény volt veletek, sziasztok! Köszi, sziasztok!